A Radkó József díj kuratóriumának elnöke Jánosi Zoltán az átadó ünnepségen arról szólt, alapszabályuk szerint olyan Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéhez kötődő kulturális munkával foglalkozó ember, író, művész kaphatja meg a díjat, aki egyetemes magyar nemzeti értéket képvisel. 12. alkalommal kerül sor ennek a díjnak az átadására. Volt néhány év szünet, de azután Szabolcs-Szatmár-Bereg megye önkormányzata örökbe fogadta ezt a díjat, tehát jó néhány éve ismét kiadhatjuk. A 12. alkalommal Antal István rádiószerkesztő fogja megkapni, aki a Besenyei György tanárképző főiskolára járt valamikor, ott szerkesztette a Tanítani című újságot, utána pedig Budapesten a Kossuth Rádiónál dolgozott, a Kortárs folyóiratnál dolgozott, és hogy úgy fogalmazzak, egy olyan kommunikációs szakember volt, aki kulturális mindenes szerepét töltötte be a Kárpát-medencébe. Az elismerést Antal István özvegye Antal Edina vette át a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Nagyon régen voltam itt utoljára, amikor még hangsúlynéven Antal István, Radkó József, Görömbei András és Nagy András László hangos irodalmi folyóiratot működtetett. Ennek az irodalmi folyóiratnak folytatásának tekintem én a Radkó díjat, mert a Hangsúly Alapítvány hozta létre ezt a díjat. A férjem Antal István alapította, és azzal, hogy most, amikor ő már nincs köztünk, ez a mai este mégis létrejöhetett, az számomra azért csoda, mert azt jelenti, hogy van, aki tovább vigye azt, amit ők elkezdtek. Az elismerő oklevelen az szerepel, többek között a progresszív nemzeti szellem több évtizedes megtartásáért, a Kárpát-medencei magyar kultúra értékeinek kivételes erejű tudósításáért ítélték Antal Istvánnak a Radkó József díjat. Antal István olyan személyiség volt, akit hát nagyon sokan ismertünk és tiszteltünk, aki nem várta a díjakat, hanem szervezte az irodalmi életet. Fáradatlanul, amíg a megyében dolgozott rádiószerkesztőként, addig a megyében, aztán az országban is, de a Budapestről is állandóan a félszeme a megyén volt, Nyíregyházán volt, és azt gondolom, hogy rá, mint irodalmi szervezőként, jó értelemben vett közművelődési emberként mindenféleképpen egy nagyon jó döntés volt a kuratóriumtól ez a mai esemény, ez a mai díjátadás. Az átadón felolvasásokkal és énekszóval is emlékeztek a tragikus hirtelenséggel idén elhunyt díjazottra, Antal Istvánra.